Köszöntöm nézőinket! Önök a Tónatáj televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Az édesapát gyanúsítják. A 6 éves autista fiú még márciusban szökött el otthonról Tolnamözsön. Lemásolta a konkurenciék termékét. Közel 5 millió forintra bírságolták a Tolnavár megyei vállalkozót. Egyre több az invazív rovar. A szakértő szerint az egyik legveszélyesebb még nem ért el hazánkba. Környezettudatos világkép. Örökös ökoiskola címet kapott a Dombóvári iskola. Az édesapát gyanúsították meg azzal kapcsolatban, hogy egy 6 éves autista fiú elszökött otthonról még idén márciusban. A gyereket akkor 24 órán keresztül több százan helikopterekkel, kutyákkal is keresték. Végül egy a házuktól nem messze található mezőgazdasági földön találtak rá épségben. Egy kisfiú, és olyan kérésünk lenne, hogy esetleg a futballba körülnézhetnénk-e, vagy hátul, vagy hogy be tudott esetleg önhöz jutni. Házról házra jártak az önkéntesek még márciusban, Mözsön a Tolnai utcában. Mindenki a kis nyári Gergő Dávidot kereste. A 6 éves autista fiú 27-én hétfőn a korra esti órákban tűnt el otthonról. A kutatása éjjel is zajlott, eredménytelenül. Mindezt az eső, a tomboló szél és a hideg idő is akadályozta. Az eset az egész országot megrázta. A munka másnap tovább folytatódott. Mös határát, a környező utcákat, a legkisebb zegzugot is átnézték, hát ha ott találják a kisfiút. Kutyákat és helikoptert is bevetettek a szakemberek. A helyzetet tovább fokozta, hogy értelmi akadályoztatottsága miatt Gergő nem beszélt. Tegnap értesültem a Facebook közösségi oldalán, olvastam, hogy mi történt. Ugye ez a 6 éves kisfiú, ugye autista beteg kisgyerekről van szó, és én is nekiálltam keresni, tehát ott besegítettem a keresésbe. Itt Mös környékén több utcát végigmentem, Temető utca, tehát mindenhol, ahogy ki is írták, hogy több helyen próbáljuk keresni, erdőknél, bokroknál, árkoknál, úgy hát, ha meg lesz. Az ügyben most következett be fordulat. A rendőrség ugyanis nyomozni kezdett, miként szökhetett ki a kisgyermek a házból. A hatóság az édesapját is kihallgatta. A férfi kollégáimnak kihallgatása során elismerte a felelősségét. Őt kiskorú veszélyeztetése büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A büntető törvénykönyv szerint így a kisfiú édesapja akár 5 évre is börtönbe mehet. Egy várdombi férfi közlekedett autóval Gerjen irányából az 5112-es út felé. A kereszteződésben nem adott elsőbséget a neki balról Dunaszentgyörgy irányába közlekedő kerékpárosnak, és a kocsi elejével elütötte. A biciklis férfi súlyosan megsérült, a szonda pedig pozitív értéket mutatott nála. Decsen egy férfi figyelmetlenül tolatott ki az úttestre, ahol elütötte az ott várakozó feleségét. Az asszony elesett, az esés során súlyosan megsérült. A szonda ebben az esetben is pozitív értéket jelzett. Az M6-os autópályán történt egy utolérés. Egy dunavarsányi férfi teherautójával közlekedett a Budapest felé vezető oldalon, a külső sávban, amikor figyelmetlensége miatt neki ütközött az előtte haladó járműszerelvény hátuljának, majd a haladó sávban állt meg. Meghosszabbítja a kormány az élelmiszer árstoppot augusztus 1-ig, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely az élelmiszer árstopp kivezetését azzal indokolta, hogy a jelenlegi előrejelzések szerint augusztusban jelentősen csökken az infláció, 15% körül várható, és az infláció mérséklődésének felgyorsulása folytatódni fog ősszel is. A miniszter bejelentette azt is, hogy a kötelező akciózást jelenleg előír 10%-os mértékét, 15%-ra emeli a kormány. A kötelező akciózási, tehát heti időszakot megelőző 30 napban a boltártal alkalmazott legalacsonyabb bruttó árnál legalább 15%-kal kedvezőbb áron kell adni az üzleteknek az akciós termékeket. Másik fontos új szabály, hogy a kötelező akciózást kiterjesztjük azokra a termékekre is, azokra a termékcsoportokra is, amelyek eddig az élelmiszer árstopp hatája alá estek. 4,6 millió forint bírságot szabott ki a szekszádi járásbíróság arra a Tolnavár megyei vállalkozóra, aki szinte megszólalásig lemásolta a konkurens cég rovarirtó termékét. Ezzel közel 3 millió forinttal károsította meg a versenytársát.
A férfinak egyébként még ittas vezetés miatt is felelnie kellett. 2019 és 2021 között értékesítette ezt a rovarirtószert az egyik Tolna vármegyei vállalkozás. A terméket először megvásárolta a konkurens cégtől, akivel egyébként már 2002 óta kereskedelmi kapcsolatban álltak, majd egyszerűen lemásolta azt. A szekszárdi törvényszék másodfokon hozott ítéletet egy férfi ügyében, versenytárs utánzásának büntettében és ittas járművezetés vétségében mondta ki őt a bíróság első fokon bűnösnek, ezt az ítéletet a másodfokú bíróság helyben hagyta. A büntetés 4.600.000 forint pénzbüntetés volt, illetve a közúti járművek vezetésétől is eltiltotta őt a bíróság. A termékek kialakítása, megjelenése és tömege szinte teljesen megegyezett, továbbá a rovarító elnevezésében is mindössze egy betű eltérés volt. A Tolna vármegyei férfi több mint 22.000 darabot adott el a készítményből, ezzel mintegy 3.000.000 forint kárt okozott a versenytársának. A bíróság a büntetés kiszabása során súlyosító körülményként vette figyelembe, hogy a vádlott egy konkurens cégnek a termékét hamisította meg oly módon, hogy azt megvásárolta, illetve annak összetételét lemásolva egy saját márkás termékként értékesítette ezt. Egyebekben a büntető ítélet azaz ügyvezető ellen irányult. A két cég között jelenleg is több polgári peres eljárás van folyamatban, tisztességtelen piaci magatartás és személyiségi jogok megsértése miatt. A vihar esetén szükséges teendőkre figyelmeztetett a katasztrófa védelem pénteken, miután a meteorológiai szolgálat azt közölte, hogy késő délután erős szélre, jégesőre, felhőszakadásra is lehet számítani. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közleményében azt kérte a nagyobb tavaknál pihenőktől, hogy vegyék komolyan a viharjelző rendszer jelzéseit, és vihar esetén ne tartózkodjon senki a vízben. Azt javasolták, hogy a vihar ideje alatt mindenki épületben keressen menedéket, de ne a pincében, mert az felhőszakadás esetén víz alá kerülhet. Azt tanácsolták továbbá, hogy akit a szabadban ír a vihar, ne álljon fa alá, álljon a fák törzsétől 5 méterre. Ha pedig kerékpározás közben lep meg valakit a vihar, fektesse le a biciklit, és menjen tőle néhány méterrel távolabb. Hozzátették, ha semmilyen menedék nincs a közelben, guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat, így a legkisebb egy villámcsapás veszélye. Ne használjunk esernyőt, a papírjainkat, telefonunkat tegyük egy nejlonzacskóba. Ha egy fesztiválon ér minket a vihar, kövessük a biztonsági személyzet utasításait, figyelmeztettek. Idehaza egyelőre nem kell tartani az emberre is komoly veszélyt jelentő ázsiai óriás lódarazsak megjelenésére, ezt mondja a szakértő. A rovar kisebb rokonai viszont már megjelentek néhány éve Európában. Azok nem csak nekünk árthatnak, de komoly károkat okoznak a méh populációban is. Darazsakkal teli háztetőn végez irtást Molnár Dániel. A gázmester és kollégái egész évben folyamatosan dolgoznak hasonló munkákon az ország teljes területén. Azt mondja, egyre többen riasztják őket azzal, hogy szerintük ázsiai lódarázs jelent meg az otthonukban. Ennek viszont szinte nulla az esélye, mert bár az emberre is veszélyt jelentő rovar már megjelent Európában, nálunk ilyet még nem dokumentáltak. A Vespa velutina, ő a kisebbik méretű ázsiai lódarázs. Azt kell róla tudni, hogy ő 2011-ben jelent meg Franciaországban, valószínű valamilyen szállítmánnyal érkezett és terjedt el. Több mint valószínű, hogy egy darab anyát sikerült behozni, és itt ez alatt a 10 pár év alatt meghódította Európa nyugati részét, megjelent Olaszországban, Németországban, illetve Franciaországban. Felmérések szerint sokkal kisebb a károkozása, mint amire számítottak, tehát nem került több ember kórházba daráscsípés miatt azért, mert ő megjelent. Ráadásul az európai lódarástól valamivel kisebb is ez a rovar, és nem is olyan agresszív. A szakértő szerint arra gyakorlatilag semmi esély, hogy a hatalmas, akár 6 centisre megnövő óriás ázsiai lódarás megjelenjen idehaza. Magyarországon a kisebbik fajta ázsiai lódarás az megjelenhet idővel, az Alpok állja az útját, tehát nem tud áthatolni azon a hegyen, természetes úton, de behurcolása úgy, hogy Franciaországban megjelenhet itt is. Ugye most már az európai tranzitútvonalakon gond nélkül be tudjuk hurcolni, illetve az ázsiai óriás lódarázsnak a méretéből adódóan nem igazán tud megbújni semmilyen olyan szállítmányban, hogy azt ne vegyék észre. Amerikában
tavaly előtt hurcoltak be belőle, az ottani rovarirtók meg tudták oldani a problémát, tehát azt a komplett kolóniát sikeresen kiirtották. Molnár Dániel azt mondja, amennyiben valaki mégis olyan rovarral találkozna az otthonában, amivel eddig még nem volt dolga, azonnal hívjon szakembert. Folytatódni fog a Magyar Falu Program. A támogatási összegek a mindenkori költségvetés adottságaihoz mérten állnak rendelkezésre, jelentette ki a modern települések fejlesztését felelős kormánybiztos Gyopáros Alpár. Hangsúlyozta, hogy a programmal arra ösztönzik a falvakban született és nevelkedett fiatalokat, maradjanak helyben, tartsák az élő, mindennapos kapcsolatot szüleikkel, rokonaikkal. Magyarország közel 3000 településének 86%-a évtizedes távlatban csaknem 25%-kal veszített a népesség számából. Gyopáros Alpár hangsúlyozta, a Magyar Falu Program meghirdetésével a kormánynak az is célja volt, hogy a kis települések népesség száma növekedjen. Idén nőtt az utazást tervezők száma egy felmérés szerint. A válaszolók mintegy 60%-a belföldre, csaknem 30%-a külföldre megy. 10%-uk pedig még nem döntött háztartásonként átlagosan 338 ezer forintot szánnak erre a célra. A legtöbben autóval jutnak el a környező országokba, jellemzően 4-7 napra, olcsó szállásokat keresve, de az exkluzív hajós utak iránt is nő a kereslet. Még 2022 nyarán a gazdaságilag aktív korúak 52%-a vett tervbe valamilyen belföldi pihenést, nyaralást, idén már 57%. A külföldi üdülés tervezők aránya pedig a 2022-es 23%-ról 29%-ra nőtt. Örökös ökoiskola címet nyert el a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Apácai Csere János Technikuma és Kollégiuma. A sikeres pályázatot követően Budapesten vehették át az oklevelet az iskola képviselői. Sikeresen pályázott az örökös ökoiskolai címre a Tolna Megyei Szakképzési Centrum Apácai Csere János Technikuma és Kollégiuma. A címet egy több éves folyamatot követően érdemlik ki a pályázók. Kétféle módon lehet csatlakozni, első körben egy évre lehet pályázni, és akkor egy évre megkapja az iskola az ökoiskola címet, és hogyha valaki már többször, ha jól emlékszem, háromszor kellett pályázni, akkor van lehetőség arra, hogy elnyerje az örökös ökoiskolai címet. Az idei évben mintegy 100 iskola kapta meg ezt a miénkkel együtt. Az iskola célkitűzése a környezetbarát életvitel és egy környezettudatosabb világkép kialakítása a fiatalokban. Az ökoiskola az nem egy materiális valami, az inkább a gyerekeknek a fejében fontos, hogy kialakuljon, és ezzel segítenek rá, ez segítik a mi oktatóink, hogy ezt a fajta környezettudatos gondolkodásmódot, a fenntarthatóságot, ezt a szemléletet kialakítsuk majd a gyerekekben, hogyha ez sikerül, akkor jó munkát végeztünk. Az iskolán belüli programok mellett olyan egyéb kezdeményezésekhez is kapcsolódnak a szakképzési centrum diákjai, mint a Teszedd akció vagy a Földnapja kampány. Az ökoiskola, itt nem, tehát nem nagy dolgokra kell gondolni. Ezek apró, de nagyon fontos dolgok. Például takarékoskodunk az energiával, az újrahasznosítható hulladékot külön kezeljük, a helyi értékeket megvédjük. Csoportos olyan feladatokat és olyan programokat szervezünk a gyerekeknek, ami a közösséget erősíti. Ezek apró, nagyon fontos dolgok, és ez jelen van az iskolai élet mindennapjában. A Tolna megyei iskolák között a Tolna megyei Szakképzési Centrum Apácai Csere János Technikuma és Kollégiuma a 28., aki elnyerte az örökös ökoiskola címet. Regionális híreink következnek. Végéhez közelednek a szóbeli érettségik. A Pécsi Horváth Gimnáziumban kiosztották a bizonyítványokat. A szakmákkal ismerkednek a gyerekek. Nyári tábor a Pécsi Iparkamarában. Drága vagy olcsó, nem elégedetlenek az árakkal a balatoni vendégek. Lassan felélegezhetnek a diákok, mert a végéhez közelednek az idei szóbeli érettségik. A pécsi Miroslav Kreza Horváth Gimnáziumban már kiosztották az érettségi bizonyítványokat. Véget értek a szóbeli érettségik a pécsi Miroslav Kreza Horváth Gimnáziumban. Bár több iskolában még zajlanak a számonkérések, a horvát iskola diákjai még a délután folyamán átvehették a régóta várt bizonyítványaikat.
Gyakorlatilag annyira friss még az élmény, hogy pár perce, talán egy fél órája fejeződtek be az utolsó szóbeli vizsgák is. A bizottság még nem tartotta meg a záró értekezletet sem, tulajdonképpen csak a napi zárás történt meg, de folyamatban vannak most az adatoknak, a pontoknak a felvétele a rendszerbe, úgyhogy azon vagyunk, már a bizonyítványokat töltjük, illetve némelyeket már össze is olvastunk a tegnap és a tegnap előtti napnak az eredményeit. Zsivkovics Ágnes, az iskolai igazgatója elmondta, a tanulók sikeresen vették az idei érettségi vizsgák által támasztott akadályokat. Nagy vonalakban annyit tudok mondani, hogy egyöntetően sikeresnek mondható az idei érettségi, ahogy az írásbeli, úgy a szóbeli része is, tehát gyakorlatilag minden vizsgázó sikerrel vette az akadályokat. Az érettségizők közül voltak, akik többet, és voltak, akik kevesebbet készültek a vizsgáikra, a bizonyítvány átvételét azonban mindegyikük egyaránt várta már. A műszaki szakmákkal ismerkednek ezen a héten azok az általános iskolások, akik a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara nyári táborába jelentkeztek. Helyi vállalkozásoknál üzemekben nézhetik meg élőben, hogyan dolgozik például egy hegesztő vagy egy fémipari szakmunkás. Cél, hogy a tapasztalatok alapján könnyebben tudjanak majd dönteni arról, milyen irányban tanulnak tovább. A hegesztés munkafolyamatával is megismerkedhettek ebben a pécsi üzemben azok az általános iskolás fiatalok, akik a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara nyári táborába jelentkeztek. Szakács Eszter vagyok, a Koszár Mislányi iskolába járok, és azért gondoltam, hogy jövök ebbe a táborba, mert éppenséggel kettő munka között álltam, ami azt jelenti, hogy a grafikusság vagy az állatorvosság között álltam, hogy melyik legyek, és... Hát a szüleim mondták nekem, hogy van ez a tábor, én akkor nagyon megörültem, hogy van végre egy tábor, ahol arról beszélhetünk, hogy tényleg, hogy a jövőnkről gondolkozhatunk, hogy mi lesz a jövőnkben. A helyi iparkamara már évek óta szervez ilyen táborokat, ahol a különböző szakmaterületeket mutatják be úgy, hogy összekötik üzemlátogatással is a helyi vállalkozásoknál. Minden évben az iparkamara szervez nyári táborokat, pályaorientációs témájúak, tematikájúak ezek a táborok. Két turnus terveztünk 2023-ban. Az első turnus elsősorban a műszaki pályákat mutatja meg a gyerekeknek. Olyan cégekhez, vállalkozásokhoz jutunk el, amiknek a profilja elsősorban a műszaki terület, gépipar, villamosság, vegyipar. A következő heti turnusunkban pedig inkább a kreatív ipar, a könnyűipar és a vendéglátás turizmus lesz majd a fókuszban. Ezekbe a táborokba 15-15 általános iskolás gyereket fogadtak, akik pályaválasztás előtt állnak. A 6.-7. osztályosoknak mutatják be a gyakorlatban, milyen munkát végeznek a szakemberek egy-egy szakmában, így segítve őket a nekik megtetsző terület kiválasztásában. Az első igazi kánikula beköszöntével benépesültek a balatonparti települések strandjai is. Az ideérkezők nem tartják túlzónak az áremeléseket sem, amit a vendéglátóhelyeken tapasztaltak. A vendégek azt mondják, számos hely közül választhatnak, és mindenki megtalálhatja a kedvéhez és a pénztárcájához valót. Sokan várták már a jó időt a Balatonnál. A legtöbb szabad strand is kinyitott a hétvégén, és aki csak teheti, hétköznap is szívesen hűsöl a tóparton. Ugyanakkor a fürdőzők figyelnek a megfelelő folyadékpótlásra és a bőrük védelmére is. Na gyere Manu, bekerünk, jó? Ez a két gyerekes család rendszeresen ezt a partszakaszt választja, és mindig felkészülten érkeznek. Mindenképp a legfontosabb naptej, rengeteg folyadék, vagy rengeteg gyümölcs, sapi, kalap, hát igazából ezen kívül mi az, ami még kimaradt? A gyerekek partnerek ebben? Igen. Igen, tehát anélkül nem is indulunk el. Napsátor, ami nagyon fontos, árnyékot keresünk, tehát hogy minél jobban azért védett helyen legyünk, tehát ez fontos, de nekik is, tehát ők ezt így szokták meg. A szezon kezdetével néhány hírportálon olyan cikkek jelentek meg, hogy a Balatonon jelentős volt a drágulás az elmúlt évekhez képest. A vendégek ugyanakkor úgy látják, még mindig megtalálhatja mindenki a maga és pénztárcája számára megfelelő vendéglátóhelyeket. Vannak olcsóbb helyek nyilván, de vannak drágábbak is, de hát ugyanúgy, mint bárhol máshol az ország többi pontján, tehát változó az ár, de általában szerintem normálisnak tekinthető, nincsen kiugróan magas
Legalábbis szerintem ez, nekem ez a véleményem. De persze olyanok is akadnak, akik nem valamelyik vendéglátóhelyen étkeznek, hanem otthon főznek. Az emberek inkább elmennek vásárolni, bevásárolnak, és nem beülnek valahova és étkeznek, hanem inkább saját maguk veszik meg az alapanyagot, és gondolom úgy meg is csinálják maguknak. A strandi büfékben, éttermekben átlagosan 15-20%-kal emelkedtek az árak a tavalyi szezonhoz képest. Nálunk nem emelkedtek az árak annyira, csak amennyire az üzletekben is emelkedtek. Ugye ezt mindenki a saját bőrén tapasztalja, hogyha bemegy egy boltba, sajnos már nem ott vannak az árak, ahol tavaly. Tehát ezzel párhuzamosan nekünk is emelni kellett. A vendéglátósok azt mondják, hogy a hozzájuk érkezők jól tolerálták az áremeléseket, ugyanakkor a májusi csapadékos időjárás miatt a forgalmuk kevesebb volt az egy évvel korábbihoz képest. A tóparti vállalkozások abban bíznak, hogy az iskolaszünet kezdetével és a strandidő beköszöntével forgalmuk is nagyobb lesz majd. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Az édesapát gyanúsítják. A 6 éves autista fiú még márciusban szökött el otthonról Tolnamözsön. Lemásolta a konkurenciék termékét. Közel 5 millió forintra bírságolták a Tolna vármegyei vállalkozót. Egyre több az invazív rovar. A szakértő szerint az egyik legveszélyesebb még nem ért el hazánkba. Környezettudatos világkép. Örökös ökoiskola címet kapott a Dombóvári iskola. Szombaton mérsékeltebben meleg idő várható. A hőmérséklet csökken és a nyugati ország részben lesz érezhetőbb. A Dunántúlon és a Duna környezetében egész nap erős lökésekkel kísért északnyugati szél fúj. A nap folyamán túlnyomó rész napsütéses időben lesz részünk mérsékelt felhősödésekkel. Este legyengül a légmozgás. Vasárnapra ismét melegedő, zömében napsütéses idő várható. Hétfőn is a napsütéses nyaralóknak kedvező időjárásra számíthatunk. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint is figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!